utaz repülővel minden, ami a repjegy foglalásához kell. Egy videósorozatot szeretnék indítani neked a témában, a repüléssel kapcsolatban, ami egy nagyon komplex téma, és először is a nagy képről beszélnék egy pár szót, hogy mennyi mindenre érdemes odafigyelni, hogyha mondjuk repülni szeretnél, és hát nyilván az angol tudásod is szeretnéd használni ehhez. Alapvetően ott kezdődik a történet, hogy meg kell keresd a megfelelő járatot. Ugye a járatot angolul flightsnak hívjuk, és az, hogy most hol foglalod őket, ebbe nem mennék bele mindenki az ízlése szerint tegye, Érdemes talán olyan oldalakat is használni, ami összehasonlítja a különböző járatokat, ugye a flightokat. Valójában az első blogban, ebben a videóban elsősorban a flight searchről, tehát a járat keresésről lesz szó, a flight bookingról, tehát a járatnak a foglalásáról. De fogunk beszélni olyan témákról is, alt témákról is, mint ancillary booking, ami a kiegészítő szolgáltatásoknak a foglalását jelenti, using frequent flyer points and bonuses, ami arról fog szólni, hogy milyen a tagsági kedvezmények, esetleg hűségkártya kedvezmények lehetnek, és mit tudsz velük kezdeni angolul. Lesz szó a ticketing folyamatról, ami valójában jelenti magát az egész jegy foglalásának a procedúráját, hogy lefoglalod a jegyet, megkapod a jegyet, mit csinálsz vele, átveszed, nyomtatod. Lesz szó a check-in, vagy boarding processről, azaz a bejelentkezési becsekkolási folyamatról, már magán a reptéren, és lesz szó a baggage reclaimről, vagy baggage handlingről, amikor megérkezel a destinációdra. Valójában ugye ez a, a podgyászodnak a kezelésére és a podgyász felvételét fogja jelenteni. Na de kezdjünk akkor az elején, hogy milyen fajta járatok lehetnek, milyen repülők vannak. Többféle kategória is létezik ezekben. Én azt mondanám, hogy használjuk a legegyszerűbbet, amit ugye a köznyelven is használunk. Beszélhetünk ugye fapados járatokról, ezeket most sokat lehet hallani. Ezek az olcsóbb járatok, most gondolok az olyan szolgáltatókra, mint egy Vizer, EasyJet, Ryanair, amik valójában azért fapadós járatok, mert alapvető szolgáltatásokkal rendelkeznek. Angolul úgy mondjuk ezeket a járatokat, ezeket a airline company hogy low-cost airline. Tehát semmiképpen ne fordíts le szó szerint az, hogy fapados járat, jó, és amúgy nem fapadon ülsz, ez csak egy ilyen magyar képi elnevezés, low cost airlines. Nyilván itt egy csomó biznisz csinálnak abból, hogy magát a jegyet megveszed, de azért elég sok mindenért pluszba kell fizetni, beszéljünk akár például legspace, extra leg space, tehát hogyha szeretnél plusz nagyobb lábteret kapni, akkor azért fizethetsz, de tudjuk azt, hogy például a bűröndön, a podgyászon is milyen plusz költségek lehetnek, de rengeteg apróság van itt a priority boardingon keresztül, az elsőbségi beszálláson keresztül, akár az egyes szolgáltatásokon, amik maguk a repülőn vannak. Tehát a low cost, tehát a fapatos járat az egyik típus, Beszélhetünk scheduled airline -okról amik a menetrendszerinti járatok, annó ugye a Mollév is ilyen volt, hát sajnos tőle már elköszöntünk, de egy British Airways-el utazol, vagy mondjuk egy Turkish airlines on akkor ezek azért a menetrendszerinti járatok. Ezekről azt kell tudni, hogy azért nyilván árban azért általában magasabbak szoktak lenni, viszont a szolgáltatások vele egyenértük magasabbak is. Nem csak magán a repülőn, hanem már az egész boarding processen keresztül nézve. Ami nagyon érdekes az az, hogy vannak ugye charter flightok, -ok, a magyarul charter járatoknak hívjuk őket, tehát azért hívjuk charter járatoknak, mert általában egy bizonyos utazási iroda kibérel x számú repülőt, és csak az ő ajánlatukon keresztül lehet velük utazni, tehát csomagajánlatokat készítenek ezek a charter flightok. -ok. Ezeket külön nem tudod lefoglalni. Hogy olyan nagy országban élsz, mint mondjuk Oroszország vagy Amerika, akkor biztos, hogy fogsz találni domestic és international flightokat is. Ugye a domestic flights az az országon belüli járatokat jelenti, international flights pedig a nemzetközi járatokat. Nyilván Magyarországon belül ilyen nincs, de ahol nagyobb a teritorium, ott biztos, hogy fogod ezt a fogalmat is találni az interneten. Valójában a járat típusokat, ha letisztáztuk, beszélnünk kell arról is, hogy milyen jegy típusok vannak. Ugye a repülőjegyet flight ticketnek hívjuk, minden egyes flight ticketnek lesz egy flight number-je, azaz járatszáma. Ezt azért sokszor kérik, what's your flight number? Mi a járat számod? Mikor különben megérkezel a reptérre, a flight number lesz kiírva a nagy kivetítőre is. Valójában, amikor jegyet foglalsz, akkor ugye eldöntöd, hogy egy útra vagy oda-vissza útra foglalod a jegyedet. Egy útra szóló jegy, book a single ticket, ha két útra szól, tehát oda-vissza szól egyet, akkor pedig return ticket. A single ticketet használják főleg az amerikaiak úgy, hogy one way ticket. Amikor egy olyan járatot foglalsz, ahol átszállás is lesz, akkor azt úgy is megtalálhatod azt a típusét, hogy connected flight, tehát átszállásos járat. Valójában az átszállást kifejezheted, ha igébe helyeznénk, úgyhogy I have to change. I have to change flight. Át kell szállnom. És ugye ahol átszállsz, hogy gyakorlatilag mindig hagynak időt arra, hogy A-ból B-be eljuss, de azért vannak olyan esetek, amikor azért nagyon sokat kell várni az átszállás alatt. Ilyenkor érdemes majd az olyan kiegészítő szolgáltatásokat megnézni az adott járatnál, mint például egy lounge service. Ugye a nagy reptereken vannak olyan pihenő részek, ahol akár aludni is lehet, és ezeknél lehet foglalni szállást. Ezeket megtalálhatod úgy a neten, mint lounge access, tehát a pihenési tereknek a hozzáférése, nem tudom ezt ebben mondani, ugyanakkor luggage transportot is igényelhetsz, azaz a bűröndödnek az átszállítását, Sőt, hogyha nincs átszállás, akkor is kérheted ezt, amikor megérkezel, és mondjuk olyan nehézséged van, hogy egyáltalán nem tudod tolni az autót tol be a checking pointig, akkor ezeket is érdemes már a foglaláskor a plusz szolgáltatásokat kiválasztani ugye a seat lesz az ülőhely. Például lehet egy aisle seat, az aisle az a, az a, folyosó magán a repülőn, tehát akkor az azt jelenti, hogy aisle seat, folyosó melletti ülőhely, de lehet window seat, ami azt jelenti, hogy közvetlenül az ablak mellett van. Általában azért árban különbség van, sőt, legtöbbször különbség van ezek, ezen típusú szítek, tehát ülőhelyek között hogyha fontos számodra például az a plusz szolgáltatás, hogy legyen mondjuk meal plusz étkezés is, akár az átszállásod során azon a reptéren, ilyet is tudsz már most előre foglalni, de azért például a menetrendszerinti járatokon, főleg ahol több órát utazol, benne szokott lenni az árba maga az étkezés. És hogyha már látod, hogy hány óra akkor indul és érkezik meg a géped, azért érdemes figyelembe venni azt is, hogy ott az adott reptéren, ha várnod kell, nyitva vannak-e már az olyan szolgáltatók, mint az éttermek, ha épp ott szeretnél lenni, mert akkor lehet, hogy előre érdemes ezeket bekérni, mint plusz szolgáltatást, tehát ancillary booking hívjuk ezeket. Természetesen vannak olyan emberek, akiknek vannak ilyen nagyon különleges igényeik, special needs, ez például jelentheti azt, hogy mondjuk szükséged van kerekesszékre. Akkor a járat foglalásakor ezeket is le lehet gyakorlatilag foglalni, ugye wheelchair, a tolószék, aminél lehet olyan opció, hogy ugye begicsként, mint podgyászként pluszba beteszel egy wheelchair ezért általában pluszba kell fizetni, vagy mondjuk te kérsz ilyet, hogy neked van igényed a reptéren, hogy egy ilyet biztosítsanak neked, tudod azt, hogy ilyenkor mellé kapsz valakit is, aki ából bébe eltolt téged. Ugyanakkor ezekből is van több típus, manual drive, ami ugye kézileg hajtható, vagy ugye lehetnek battery-powered wheelcserek is, ugye amik aksisak, és itt azért a foglaláskor kell figyelni arra, hogy nem biztos, hogy megengedik, hogy a saját aksirat felvidd, szóval ezt azért jelezni kell, vagy le kell tudni tisztázni, utána kell nézni ezeknek a policy-ban, azaz a szabályzatban. Sőt, hogyha valaki mondjuk hátrányos helyzetű például rokkant, akkor lehet kérni talán olyan plusz információkat is a jegyfoglalásakor, amiket be kell ilyenkor jegyezni, például az, hogy impaired hearing, ugye halláskárosodott az, aki utazik, vagy impaired visibility, látássérült, és ezeket is jelezni kell gyakorlatilag a foglaláskor. Valójában nagyon sokféle plusz dolgot találhatunk meg a foglaláskor, amikor végigmegyünk az egész folyamaton, általában nagyon sok minden pluszba el akarnak nekünk adni. Ezeket érdemes mérlegelni, hogy szükségünk van nekünk autóbérlésre, ott akarjuk-e foglalni, lehet, hogy érdemes egy külön oldalon ezeket lefoglalni. Ha például plusz bőröndöt akarsz venni, mert általában ugye minden repülőtárságnak megvan, hogy benne van -e a bőrönd az árban, vagy nincs, ha benne van, akkor hány kilogrammos, akarsz-e excess fit fizetni, tehát plusz súlyért, hogy te többet vihes fel, vagy plusz bőröndöt, ezeket mind-mind pluszba kell fizetni, de valójában olyan is van, hogy utólag a visszaúthoz veszel még magadnak hozzáadod a járatodhoz azt a plusz szolgáltatást. Úgyhogy érdemes végigmenni ezeken a dolgokon step by step, lépésről lépésre, és mindenképpen, ha elbizonytalanodsz a foglalási folyamat során, akkor állj meg, nézd meg a keresőben, egy fordítóban, vagy kér segítséget valakitől. A következő részben innen folytatjuk, és még hozok sok-sok tippet, illetve kifejezést ehhez a témához. Addig is ne felejtsd el feliratkozni a csatornára, hogyha tetszett a videó, és a feliratkozás után kattints a kicsi csengő ikonra, amivel értesítést is fogsz kapni a jövőben a videóinkról.